A középkori egyetemes történelem tekintetében az egyik meghatározó és korszakot behatároló jelenségei a lovagrendek megalakulásai voltak. A Teuton vagy közismertebb nevén német lovagrend még a 12. századi Palesztina területén jött létre. Csírája már 1089-ben alakult meg a források szerint, mint ispotály, a betegek ápolására Akkóban, a Szentföldön. Imre jeruzsálemi király hozta létre a lovagrendet 1198-ban, egy évvel később pedig III. Kelemen pápa fel is szentelte a Teuton lovagrendet. A rend tagjai más életformát követtek a korszak többi lovagjaival ellentétben. A kolostorokba elzárkózó szerzetesekhez hasonlóan szigorú szabályok szerint éltek. Ez a korszak másik két közismert lovagrendjére, a templomosokra és a johannitákra is igaz volt. A teutonok szegénységi fogadalmat tettek, ami ugyan nem feltétlen teljes nélkülözést jelentett, hanem csak annyi vagyonuk lehetett, amennyi elegendő volt a megélhetésükhöz. Saját várakkal rendelkeztek és az uralkodóktól, de még a pápától is kaptak latifundiumokat, vagyis úgynevezett nagy birtokokat, hogy azokat fent tudják tartani. A Teuton lovagrend lovagjaira ugyanúgy érvényes volt a cölibátus, vagyis az akaratlagos nőtlenség és a szexuális önmegtartóztatás. A rend három csoportból állt. Egyházi tagokból, vagyis olyan egyházi méltóságokból, papokból, szerzetesekből, akik nem rendelkeztek lovagi címmel. Világi lovagokból, akik főleg nemesek és uralkodók voltak, akik rendi tagságukkal egyetemmel lovagi címet kaphattak. Szolgáló testvérekből, akik a világi lovagok többségéből kerültek ki. Ők a szolgálatot életük végéig ellátták, és a lovagrend szabályait teljes egészében betartották. A lovagrend élén állt a Hochmeister, vagyis a nagymester. A rend és a kor legnagyobb tekintélyű főembere volt ő, a rendi tanács választotta őt a két legmagasabb csoportból. A nagymesterek többsége feladatukat életük végéig ellátták. A közhiedelemmel ellentétben nem volt korlátlan hatalma. Erre a célra hozták létre ugyanis a nagykáptalant. Ennek a szervezett intézménynek a joga volt a nagymestert megfosztani a hatalmától, továbbá tanácsadó testületként is működött, és különféle ügyek megvitatásában ültek össze évente egyszer. Ez általában a birtokrendezések vagy a rendi regula módosításának ügye volt. A másik szervezet a káptalan volt, amiben a többi rendi tag tartozhatott, főleg szolgáló testvérek lehettek a tagjaik, de előfordult már a történelemben, hogy a teutonok csatlósait is beválogatták egy káptalanba. A káptalan csak büntető ügyekben dönthetett. A teuton lovagrend tagjai a nagymester alatt a következő főbb tisztségeket tölthették be. A Spittler, vagyis az ispotálymester a lovagok ispotájainak, vagyis betegellátóinak vezetője és az alamizsna osztás szervezője volt. A Tressler a pénzügyi mester volt, a rend pénzügyeivel foglalkozott. A Trapír volt az ellátó, a lovagok ruházatáért felelt. A Landmeister volt a tartományi mester. A lovagrend központjától távoli, külhoni lovagrendi birtokok igazgatójaként látta el feladatát. A Komtúr volt a rendházi főnök. Felettese a nagy Komtúr volt. Ők éves tiszteletdíjért cserébe koordinálták az ispotálymesterek tevékenységét. A nagy komtúr sok esetben a nagymester helyettese és későbbi utóda volt. A lovagok rendházakban rendezték be központjaikat. Onnan ellenőrizték a váraikat és a földjeiket gazdasági, vallási és erkölcsi tekintetben. Az ellenőrzésekkel a lovagok képesek voltak napokig is pepecselni, ugyanis szigorúan megkövetelték, hogy birtokaikon és a váraikban az emberek a szabályaik szerint éljenek. A korabeli források is arról tanúskodnak, hogy a lovagok hihetetlen rendet és fegyelmet vártak el mindenkitől. Tehát, mint említettem, Akkóban hozta létre Imre jeruzsálemi király a Teuton lovagrendet 1198-ban, amit III. Kelemen pápa felszentelt. A rend hivatalos teljes neve a következő volt. Latinul Ordo Teutonicus Ordo Domus Sanctae Mariae Teutonicorum Jerusalemitanorum, vagy Ordo Teutonicus Sanctae Mariae in Jerusalem. A latin Teutonicus kifejezés óriási fejtörést okozott eleinte a nyelvészeknek, de a viták eredményeképp elmondható, hogy szabadosabban németet jelent, ami igazából a 12.-13. századi germán népek összefoglaló megnevezése latinul, és az egyik harcias, ókori germán törzs neve is volt. Az elnevezésnek semmi köze nincs a hollandokhoz, mivel Hollandia akkor még nem létezett, amikor a rend megalakult. Az ókori teutonok harciasságának hírére a lovagrend méltó volt.
A rend eszménye a keresztény lovageszmény volt. Ennek eredete Hippói Szent Ágostontól származik. Jézus Krisztus tanításában elítélte a háborút, de Ágoston az írásában kifejtette, hogy a teljes béke elérése nem lehetséges. Erre egy Isten kezdeményezte háborúra, az igazságos háborúra van szükség. A lovagrend első tagjai vélhetően a pogány germánok közül megkeresztelkedett harcosok és azok leszármazottai voltak. Tévképzett, miszerint a keresztes hadjáratokban résztvevő katonai alakulatként jelent volna meg először a Teuton lovagrend. Még a keresztesek érkezését megelőzően már rengeteg európai zarándok látogatott el a Szentföldre. Közel 500 000 germán tartózkodott ott a 11. század elején a keresztes adakkal együtt, az ellátásukra pedig ispotályokat, betegellátókat hoztak létre. A lovagrend előintézménye, a saját ispotája 1099-ben alakult, de a johanniták hatáskörébe tartozott a működése. 1187-ben lett a rend önálló és Akkóba költöztek, amit a keresztesek 1189-ben ostromoltak. Első Barbarossa Frigyes anyagilag támogatta a rendet, mivel betegeket és sérülteket láttak el. A lovagrendet harmadik Kelemen pápa szentesítette 1190-91 körül, és az okiratban betegápoló lovagrendként hivatkozott rájuk, működésük pedig Hippói Szent Ágoston elvén alapult. Akkó 1190-ben történt elfoglalását követően a város ispotáját használták központjukként, innentől hivatkoztak rájuk Jeruzsálemi Német Szűz Mária ispotáj lovagjai házaként. Nem csak ispotályokat, hanem vendégfogadókat is működtettek, ahol a zarándokokat látták vendégül. 1198-ban végül a német fejedelmek és a jeruzsálemi király döntése értelmében a betegápoló rendeket is lovagrendekké szervezték, hogy a katona hiány csökkenthessék. Ebbe 20 szentföldi keresztes fejedelem is beleegyezett, hogy új lovagrend jöhessen létre. Így kapta a rend a Teuton lovagrend elnevezést. Templomosokhoz hasonló katonai és szervezeti szabályzatot kapott, a tagjai főleg csak germán, német származású férfiak lehettek. Szegénységet, engedelmességet és cölibátust fogadtak, vezetőjük pedig a nagymester lett. Akkó melletti és német-római birtokakat adományozott nekik a pápa, továbbá engedélyezték számukra, hogy a lovagok fekete kereszttel díszített fehér köntöst viselhessenek. 1210-ben a teutonok egy része elhagyta a Szentföldet, és figyelmet szenteltek arra, hogy a katonáskodó ugyanakkor eredetileg betegek ápolására felesküdő lovagrend Kelet-Európában is kellőképp érvényt tudjon szerezni magának. A központjuk továbbra is Akkó maradt, de a teutonok nagymestere már Európában tartózkodott, hogy az ottani ügyeket közvetlenül tudja felügyelni és irányítani. 1211. május 7-én II. András magyar király adománylevélben adott jogot a Teuton lovagrendnek arra, hogy a Szentföldről érkező lovagjaik Dél-Erdélyben letelepedhessenek. Ennek oka az volt, hogy II. András keresztény uralkodóként részt kívánt venni a keresztes hadjáratokban, de az Erdély felől betörő kunok akadályozták őt ebben. A teutonok ezt a problémát a puszta jelenlétükkel orvosolhatták. 14 éven keresztül Dél-Erdélyben látták el a katonai feladatokat, és a kunokkal való hadakozás során jelentős területeket is szereztek. A teutonok öröksége Dél-Erdélyben a megnövekedett 100 lakosság volt, ugyanis germán kísérettel érkeztek oda, akik a lovagok távozását követően többségében letelepedtek. A borzasági teuton püspökséget a pápa jutalmul függetlenítette a helyi püspökségtől, és nem csak a pápa, de még II. András is jutalmazta a teutonokat kiváló munkájukért. A lovagok rövidesen erőszakos terjeszkedésbe kezdtek, nem csak a kun, hanem az erdélyi területek foglalásába is belekezdtek. A magyar király szervienseit is elfogták. II. András panaszt tett a pápánál, aki ígéretet tett a kivizsgálásra. 1224-ben a lovagok a borzasági és havaselvei területeiket önálló államként hűbérébe ajánlották III. Honorius pápának, aki a kivizsgálási ígéret ellenére elfogadta azt. Ez azt jelentette, hogy a teutonok saját, független keresztény államot kívántak létrehozni. A függetlenségüket még saját pénzverésével is kinyilvánították. A teutonok vert pénzét azonban a magyar király betiltatta. A megalapítására nem került sor, II. András hűtlenséggel vádolta a német lovagokat, így elűzte őket a magyar királyság területéről. A Dél-Erdélyből távozó lovagok az akkori Lengyelországban telepedtek le, Kulmban, Mazóviai Konrád közbenjárásával. A letelepedésért cserébe a lengyel határt kellett védeniük a Balti-tenger partvidékén, a balti poroszokkal szemben, és térítő feladatokat is elláttak. 1226. március 26-án adták át a Rimini aranybullát, II. Frigyes német-római császár kiváltságlevelét,
Zalcai Hermann nagymesternek, ami a teuton lovagok önálló államának alapító oklevele volt. Az oklevél biztosította, hogy a teutonok állama még a német-római császárságtól is különáll. A különös az egészben, hogy Konrád csak 1228-ban egyeztetett bele formálisan ebbe, de erről szentesítő okirat csak 1230-ban készült, amit vélhetően a lovagok hamisítottak. Az államot latinból Poroszországnak fordították a szakirodalmak, de ma már főleg történeti Poroszországként vagy Kelet-Poroszországként hivatkoznak rá, ugyanis a később létrejött Poroszországgal nem azonos a teutonok állama. 1234-ben 9. Gergely pápa római privilégiumokkal szentesítette a történeti Poroszország megalakulását, majd 1237-ben beolvasztották a lovagrendbe a kartestvérek rendjét. 1239-ben meghalt Zalcai Hermann nagymester, a teutonok vezetője. Ez óriási veszteség volt a rend számára, 10 éves válság vette kezdetét. 1240-ben a teuton lovagrend háborút indított Novgorod ellen, de a háború közepén a mongol invázió akkora fenyegetést töltött, hogy az 1241-ben alakult teuton cseh sziléziai lengyel sereg sem tudta legyőzni őket Legnicánál. 1242-ben a rusz seregeivel szemben egy sokkal nagyobb vereséget szenvedett a teuton haderő a Csútavi csatában, ráadásul a balti poroszok fellázadtak a német lovagok ellen. Ezt az eseményt nevezték az első porosz felkelésnek. 1260-ban a Durbeni csatában a teutonok újabb vereséget szenvedtek, majd a balti poroszok és a livóniaiak megszervezték a második porosz felkelést. A teuton lovagrend 1262-ben Skandináviában, Södermanland tartományban kapott birtokot, 1263-ban 4. Orbán pápa feloldozta a lovagokat a szegénységi fogadalmuk alól, így lehetőséget kaptak arra, hogy saját maguk javára is szerezhessenek birtokokat, vagyonokat halmozhassanak fel. 1283-ra a levert balti poroszok minden területét megszerezték, 1290-ben elfoglalták Livóniát, de 1291-ben Akkó, a teuton lovagrend központja elesett a Szentföldön, így új központot hoztak létre az itáliai Velencében, közel a keresztény egyház központjához, míg mellette a rend saját állama, a történeti Poroszország továbbra is fennállt, az 1295-ben levert harmadik porosz felkelés után. 1309-ben a német lovagok elfoglaltak Danzigot, majd a rend áthelyezte a székhelyét Marburgba, majd Marienburgba, a német-római birodalom Hessen tartományába. 1310 és 1335 között a lengyelekkel és a litvánokkal kezdtek több háborút is, aminek lezárására az 1335-ben tartott visegrádi király találkozón került sor, ott kötötték meg a békét, de ennek ellenére is kiújultak a konfliktusok, így 1343-ban meg kellett erősíteni a jó viszony kialakítását a kaliszi békében. 1346-ban Észak-Észtországot elfoglalták a dánoktól a teutonok, miután leverték az észt felkelést. Legnagyobb győzelmüket a litván-orosz tatár sereggel szemben szerezték meg a Rudaui csatában 1370-ben. A lovagrend terjeszkedése miatt alakult meg 1385-ben a Krevai Lengyel-Litván Unió, de nem képzett olyan egységet, ami a teutonoknak kihívást jelentett volna. 1398-ban a Hanza teuton csapatok leverték a skandináv vitális testvérek elnevezési kalózszövetséget, így a teutonok kezére került Gotland, illetve a tengeren a teljes hegemónia az övüké lett. 1399-ben a tatároktól vereséget szenvedtek a Vorskla folyó mellett. A teuton lovagrend 1401-ben szembefordult pártfogoltjával, Vitold litván nagyfejedelemmel, majd 3 évvel később elfoglalták Szamogítiát, 1409-ben pedig hadat üzent a lengyel-litván államnak, ezzel kezdetét vette a lengyel történelemből ismert nagy háború, ám már 1410-ben a lovagok maradtak alul a grünwaldi csatában. Az első torni béke még előnyös is volt a teutonok számára, de vissza akartak vágni mindenképp a lengyeleknek. Ez jelentette a lovagrend fénykorának végét. 1414-ben újabb vereséggel gyarapodott a teutonok statisztikája a lengyelektől, majd a golubi háborúban is alul maradtak. Miután megerősítették a Melnói békében az első torni békét, a litván nagyfejedelemség a lovagrenddel támadást indított a lengyelek ellen, de 1433-ban a lengyel király a huszitákat ráhuszította a teutonokra. A teuton területekre való betörésekkel a rend ereje meggyengült. 1440-ben a porosz lakosság elérkezettnek látta az időt, hogy fellépjen a lovagrend ellen. A porosz városok és a nemesség létrehozták a porosz szövetséget. 1453-ban 4. Kázmér lengyel király segítségével a 13 éves háborúban olyan csapást mértek a rendre, hogy minden hatalmuk szertefoszlott a történelmi Poroszország felett.
1466-ban a második torni békében elvesztették a porosz és pomerán területek kétharmadát, ami maradt, azt is lengyel hűbérként tarthatták meg. A pápa 1510-ben a német-római császárral közösen elkezdte vizsgálni a teuton lovagok ügyét, hogy megsegíthesse őket, de Szász Frigyes herceg a teuton lovagrend 36. nagymesterének halálával a folyamat megtorpant. 1525-ben Brandenburgi Albert nagymester, aki időközben protestáns lett, hűséget tett a lengyel királynak. Ezzel jött létre a porosz hercegség. A teuton lovagok ekkor hagyták el egykori államukat és telepedtek le a német-római császárság területén. A kivonulás fő oka az volt, hogy Albert nagymester kimondta a rend feloszlását, amit viszont a lovagok nem ismertek el. 1580-ban az Utrechti Unió elvette a rendtől a holland területeiket is. A magyar királysággal egy különös úton került megint kapcsolatba a lovagrend. 1702-ben 500 000 forintért megvették a Jászkun kerületet, de 1715-ben a magyarok érvénytelenítették ezt a vételt. A teutonok csak 1731-ben voltak hajlandóak visszaadni a kerületet. A francia forradalom hatásai egyre jobban érintették a teuton lovagrendet is. 1797-ben felszámolták a rajnai és a belga rendházat, 1801-ben a Rajna bal partján fekvő teuton területeket is átadták a franciáknak. Napóleon 1809-ben megszüntette a lovagrendet. A teuton lovagrendet 1834-ben alapította újra első Ferenc osztrák császár. Székhelye innentől Bécs lett. A rend onnantól közösségi munkákat látott el. 1840-ben ki lett adva szabályzatban, hogy a lovagok csak szociális és közösségi munkát végezhetnek, míg a női tagok csak betegápolással foglalkozhatnak. A nagymester tisztségét innentől a Habsburgház valamelyik tagja tölthette be. 1871-ben 9. Pius pápa a Mária lovagok rendje nevet adta nekik, miután elfogadta új szabályzatukat. 1923-ban Habsburg Jenő főherceg és teuton világi nagymester átadta Norbert Kleinnak a nagymesteri széket. Ez volt az első alkalom, hogy a tisztséget egy pap tölthette be. Az utolsó lovag halálával megszűnt a lovagrend lovagi ága, de a nagymester hozzájárulásával továbbra is fenntartották a világiak belépésének lehetőségét. Mivel az új teuton lovagrend részben monarcholegitimista szervezet volt, ezért gyakran szenvedtek el retorziókat olyan államoktól, amelyek nem szívlelték a megszűnt osztrák-magyar monarchiára emlékeztető szervezeteket, intézményeket. A Csehszlovák köztársaság katolikus ellenessége vagy a fasiszta Olaszország komoly fenyegetés volt például a rendnek, de érdemes még a Habsburg ellenes osztrák köztársaságot is megemlíteni. A gyakorlatban ezért szervezték át a lovagrendet szerzetes rendé. Hitler miután a harmadik birodalom élén bevonult Ausztriába, Jugoszláviába és Csehszlovákiába, a rendet betiltatta és a tagjainak egy részét internáltatta. Ez azért is volt furcsa, mivel a német nemzeti szocialisták történelmi hivatkozási alapja a hatalomra a teuton lovagrend volt, hiszen a történelmi Poroszország fegyelmezettsége és a 19.-20. századra kialakult német császárság történelmi hivatkozási alapja is volt. A német császárság mintájára a teutonok fekete keresztjét előszeretettel használták továbbra is, mint talpas kereszt, vagy ahogy a kitüntetéseket, érdemeket említeni szokták akkor, vas keresztként. A lovagrend egyik legbizarabb lépése volt, hogy 1944-ben támogatták Gróf Klaus Schenk von Stauffenberg merényletét Hitler ellen. A Führer által túlélt merényletet követően több lovagrendi tagot is kivégeztek. A német lovagrend a mai napig létezik és Bécsben székel. Több mint 1000 tagja van. Betegápolással és idős otthonok működtetésével foglalkoznak Ausztriában, Olaszországban, Németországban, Szlovákiában, Csehországban és Szlovéniában.